és mondjuk, és akkor a Szentlélek leszállt, és az apostolok elméjét megvilágosítva felkészítette őket a hit hirdetésére. Ezen a csodálatos Szent Misén, a Szent Háromság vasárnapján mi is várjuk újra a Szent Lelket. Várjuk, hogy a bérmálásra felkészült fiataljainkat ugyanúgy megerősítse a keresztény önkorúság szentségével. Ez alkalommal egyházközségünk minden tagja nevében nagy szeretettel köszöntöm dr. Seregi István érsekatyát, aki fáradtságot nem kímélve eljött közénk, hogy kiszolgáltassa ezt a csodálatos szentséget, Isten hozta közénk. Nagy szeretettel köszöntöm a 19 bérmálkozásra váró fiatalunkat és hozzátartozóikat és minden kedves hívőt, aki itt van ezen a szép szent misén. Kedves fiatalok, egy hosszú felkészülés után vagytok, és várjátok a harmadik isteni szent, a Szentlélek kiáradását. Jézus adta nekünk ajándékul, hogy töltsön el benneteket és mindjártunkat a hit erejével, és nyissa meg értelmünket, értelmeteket. Csak általa a kegyelmével lehet igazi keresztény életet élni. A Szentlélek az, aki elhozza a szívetekbe Isten megértését, ő a közvetlen segítő, vigasztaló, vezető életetekben és a hit hirdetésében. Gyakorlatilag ő az élet igazi vize. Töltse el szíveteket, lelketeket, és munkálkodjon benneteket egész életetekben. Megköszönöm Zsolt atyának, valamint a felkészítő hitoktatóknak áldozatos munkájukat, és kívánom, hogy még sok fiatalt vezessenek, készítsenek a nagykorúság útjára. Köszönöm a családoknak, szülőknek, nagyszülőknek, hogy gyermekeiket segítették a felkészülésben, és erre az útra irányították. Kérem, hogy ezután is példamutatással segítsék őket ezen az úton, az Isten irgalmassághoz vezető úton. És mi mindjárt, kikik vagyunk, imádkozzunk fiataljainkért, hogy képesek legyenek a nagykorú keresztényként élni, és részesei legyenek egyházközségünk lelki megújulásának. Kérem érsekatyát, mutassam ezt a csodálatos szentmisét, és szolgáltassa ki a bérmálás szentségét. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Öreg apostol utód, tisztelettel köszöntjük ennek a boldogasszony oltára előtt érett meg az elhatározás, hogy a Jóisten hívásának igent kell mondani. Most a bérmálás szentségében egy új nemzedék számára kérjük a mindenható Isten szent lelkének erejét, hogy járni tudjanak azon az úton, amely egyedül vezet emberi boldoguláshoz és biztos kapujához az örök életnek. Köszönöm, hogy meghívtak, köszönöm, hogy elfogadtak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Őséges napánk egy Isten imádjuk, ami Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, amelyek előtted voltak attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre. Vajon az ég egyik határától a másik történt-e valaha ilyen nagy dolog? Lehetett-e hallani hasonlót? Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élő Isten lángok közül beszélni, ahogy te hallottad és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy egy népet kivezessen egy másik nép köréből?
megpróbálatásra. Akiket Isten lelke vezére, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk őt így, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjük. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet, kereszteljétek meg őket, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Isten legyen érte hála. Adriányi Csaba, Pálka Kristóf, Cifra Dominik, Csomós Ágos, Ferenc Kosztyó Panna, Kovács Kristóf, Matiz Eszter, Mohácsi Eszter, Sipos Anna, Schubert Balázs, Szász Panna, Szunyog Kata, Tóth Brigitta, Tóth Viktória, Új Balázs. Köszönöm a lelki pásztor munkáját, a hitoktatók együttműködését a családunknak, hogy megjelent köztünk látható formában a láthatatlan élő Isten. A betlehemi éjszakában Máriától született erre a világra, vállalta az emberek testvériségét. Megmutatta, hogyan éljen, elmondta, mit tegyen az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember, hogy a fejlődő világ beteljesedésén, az új ég és az új föld ünnepén Isten örök életének részese legyen. Jézus Krisztus egy emberi élettel mutatta meg ezt, majd itt hagyta ezt a világot, meghagyván, hogy tanítványai tegyenek tanítványá minden embert, megkeresztelnéd őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nem azt mondta, és idézem Ferenc pápát, menjetek, tegyétek, ahogy tudjátok, hanem azt, hogy veletek leszek a világ végéig. Hogyan? Saját lelkének elejében. A Szentlélek érteti azóta, tartja meg épségben a krisztusi eszményt, és felkínálja minden embernek,
mindent helyrehozó megtérés 99 ártatlannál értékesebb, mint ebben ajánlják. Ezért mi, akik a keresztségben az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Krisztus követésének útján indulunk el, tudjuk, hogy mint minden élet alapot is, a szüleink szeretetére, a családunk és a keresztény közösség gondjaira lett bízva. De elérkezik az idő, és ezt ünnepeljük ma, amikor a felnőtt ember saját maga vállalja a Krisztus követést. Nem azért, mert a család mondja, nem azért, mert a keresztény környezet ezt fogalja, hanem mert megfogadta és elfogadja, hogy a mindenható Isten útmutatásánál jobban, az értünk emberlélet Krisztus követésénél hibátlanabb utat senki soha nem fog mutatni ennek a világnak. Miért kell ehhez a Szentlélek Krisztus lelkének eleje? Azért, mert Krisztus Isten fia volt, mi meg emberek vagyunk. És ezért ő érteti bennünk a keresztény életet. Nem vette el ki tudsz. Elődeink 2000 év óta ennek a Jézus Krisztus által adott útbaigazításnak és a megígért Szent Lelkének erejébe tették lehetővé, hogy kedves bérmálkozó testvéreim, ma az önálló keresztény életre szükséges, egész életre szóló erőt megkapják. Az apostolok kapták a megbízatást, hogy hagyják tovább a pünkösdtől adott Szent Lelket. Én az öreg püspök, aki 60 esztendőt szolgáltam az Úrnak és az ő népének boldogulására, megteszem azt, ami tőlem telik, a bérmálás szent jelében fölkínálom bérmálkozó testvéreinek az Isten Szent Lelkének életre szóló erejét. Akkor nincs semmi probléma. Hát egy van, akarják. Nem kell aggódni. Én ugyan nem látok bele senkinek a lelkébe, de aki eljött ide, vállalta a fölkészülést, és most itt van, az biztosan jelét adja, hogy akar. Jézus Krisztus követése szerint mindennapi élet feltételeit előteremtő krisztusi életet élni, keresztény családot alapítani, vagy ha az Úristen hívja, akkor az ő népének szolgálatára lenni, akarja a saját emberi esendőségét mindig rendbe hozni. És ebben vagyunk mi testvérek. Kivétel nélkül a kereke világon egyre többen. A Krisztushoz ragaszkodó emberek száma eléri a 2 milliárd 300 milliót. Ebből a Péter vezette hajó utaznak 1 milliárd 200 millióan. Mi is oda tartozunk, és ebben az életben kérjük Isten erejét az ő Szent Lelkének forrásából merítve, hogy megmaradjunk az emberi élet boldogulásának, üdvösségének Isten akarta útján. Elérkezett az óra, amikor a bűnök bírmálás szentségében Isten életre szóló kegyelmének forrása nyílik meg, bérmálkozó testvéreim számára. A közösség viszont kéri, hogy nyilatkozzanak, akarnak-e Jézus Krisztus útján járni. Ennek a minden esztendő nagyszombati szertartásában
megismételt keresztségi fogadásnak a módja és lehetősége áll rendelkezésünkre. És ezért a birmálás bevezetéseképpen kérem a birmálkozókat, álljanak fel, újítsák meg keresztségi fogadásukat, amit annak idején szüleik, keresztüleik vállaltak és támogattak. Ellene mondottok-e a sátánnak minden cselekedetének és csábításának? Ellene mondunk. Hiszek-e Istenben, a mindenható Atyában, a mennyek és földnek teremtőjében? Hiszünk. Hiszek-e Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született erre a világra, testvérünket, értük kín halált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és most az Atya jobbján ül. Hiszünk. Hisztek a Szentlélekben, Urunkban és értetőnkben, akivel a mai napon a vérmálás által különlegesen részesültök, úgy, mint bűnköstől az apostolok részesültek. Hiszünk! Hiszitek-e a katolikus szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet? Hiszünk! Ez a mi. Ez a keresztények meggyőződése az egész világon és az egész történelemben. Mindnyájan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, akitől életünk és üdvösség származik. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenet, a mindenható Atyához, hogy árassza előságosan szent lelkére fogadott fiait és lányait, kik újjászülettek már az örök életre a keresztség vizéből. A szent lélek erősítse meg őket bőkező ajándékai által, szent olajával alakítsa őket hasonlóvá Krisztushoz, az Isten fiához. Töltsd el őket az Isten félelem lelkével, Krisztus, ami Urunk által. Hogy hívnak téged? Kovács Kristóf Ákos. Ki lesz a védőszented? Szent Patrik. Patrik, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Amen. Az írek és Európának védőszentje, segítsen át életed minden harcán, és érts célbe az ő országát. Hogy hívnak téged? Szászpanna. Ki lesz a védőszented? Eszádházi Szent Kinga. Kinga, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled. És a te lelkeddel. Védőszented őrködjék jövendő családod felett. Ébresszen szívedbe szeretetet azok iránt, akiket rád bíz a Jóisten. Hogy hívnak téged? Smós Ákos. Ki lesz a védőszented? Szent László király. László, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled. És a teret. Sziklahitű László, őrizzen meg keresztény hitedben, tegye eredményessé munkádat és áldja meg családodat. Hogy hívnak téged? Tóth Brigitta. Ki lesz a védőszented? Szent Dorottya. Dorottya, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Ám. Béke veled. És a védőszentet pártfogója minden munkádat, szívedben ébresszen szereteted a rád bizottak iránt.
Hogy hívnak téged? Fűrjes Eszter. Ki lesz a védőszented? Árpádházi Szent Margit. Margit, vedd a Szentlélek ajándékának jelét, béke veled, és Magyarország újjáépítői közé tartozott az engesztelő védőszented. Legyen pártfogója életedben, és segítsen át minden küzdelmet. Hogy hívnak téged? Ki lesz a védőszented? Johanna, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled, a hős francia lány, tegye álhatatossá keresztény hitedet, és mindenkor adjon bátorságot a életharcaihoz. Hogy hívnak téged? Ki lesz a védőszented? Szent István király. István, vedd a Szentlélek ajándékának jelét, béke veled. És a telepedben. A magyarok királya, tegyen hűségessé a mi Urunk Jézus Krisztushoz, hazádhoz, hivatásodhoz, rád bízott emberekhez. Hogy hívnak téged? Ferenc Rebeka. Ki lesz a védőszented? Szent Dorottya. Dorottya, vedd a Szentlélek ajándékának jelét, béke veled. És a telepedben. Védőszented Isten ajándéka, ő legyen a te életednek őre és oltalmazója. Hogy hívnak téged? Új Balázs. Ki lesz a védőszent? Szent István király. Köszönöm. István, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Ámen. Béke veled. A magyarok királya, tegyen hűségessé a keresztény hitben rád bízott emberek életének szolgálat. Hogy hívnak téged? Szonyakka. Ki lesz a védőszented? Szent Johanna. Johanna, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled. És a hős francia lányt választottad. Pártfogó, nem fog elhagyni. Ad erőt és szerez bátorságot az élethez. Hogy hívnak téged? Bánka Kristó. Ki lesz a védőszented? Szent Pál apostol. Pál, vedd a Szentlélek ajándékának jelét, béke veled, a nemzetek apostola, akire 2000 év óta hálával tekint az Isten népe, tegye eredményessé minden munkádat, hivatásodat, küzdelmedet. Hogy hívnak téged? Ki lesz a védőszent? Szent Rita. Rita, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled. Tudod, hogy a lehetetlenség szentje a védőszented, ne engedjen soha lehetetlen helyzetbe kerülni. Hogy hívnak téged? Ki lesz a védőszented? Erzsébet, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled, a földön boldog, égben szent magyar királylány, őrködjék földi otthonod, hivatásod és jövő felett. Hogy hívnak téged? Ki lesz a védőszent? Szent Veronika. Veronika, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled. Szent Veronika, ébreszelj a szívedben szeretetet mindazok iránt, akiket rád bíz majd a jó Isten. Hogy hívnak téged? Ki lesz a védőszented? Jusz, vedd a Szentlélek ajándékának jelét, béke veled. Védőszented jelmondata megújítani mindent Krisztusban. Soha se veszíted el a bátorságodat megújítani az életharcaiban életedet. Hogy hívnak téged? Ki lesz a védőszented? Mihaela, vedd a Szentlélek ajándékának jelét, béke veled. Az égi seregek vezére,
őrködjék fölötted minden harcodban, legyen oltalmazó otthon. Ki lesz a védőszentje? Én Szent Fülöp. Fülöp, vett a Szentlélek ajándékának jelét, béke veled. És a felelkedve. A néri Szent Fülöp a jókedvű szentek közé tartozik. Ne engedje, hogy elveszítse kedvét az emberi élethez, az egész égőföldi úton. Ki lesz a védőszentje? Assisi Szent Ferenc. Ferenc, vedd a Szentlélek ajándékának jelét, béke veled. A kereszténység legnagyobb szentjeinek egyike, őrködjék hivatása, élete otthon. Ki lesz a védőszentje? Szent István király. István, vedd a Szentlélek ajándékának jelét, béke veled. A magyarok király adjon hűséget Krisztushoz, hazánkhoz, egyházához. Akad Krisztus, ami Urunk által. Már tényleg az maradt hátra, hogy én mondjam köszönetet az imádságos együttlétért, a közös imáért, a bérmárkozók fegyelméért, mindazok fáradtságáért, akik ünnepé tették a mai napot.
Most pedig Isten áldását kérjük. Ő teszi eredményessé a munkánkat, ő áldja meg és őrzi meg otthonainkban a békét és a szeretetet, ő ad erőt az élettől elválasztatlan keresztre hordozásához. Az Úr legyen veled, áldott az Úr neve, az Úr a mi segítségünk, Istenünk, őrizd meg szívünkben a bírmálás kegyelmét, és a Szentlélek ajándékait, hogy hívő népet soha ne szégyelje a világ előtt megvallani, hogy a megfeszített Krisztust követik, és szeretetből teljesítsék minden parancsát. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.